a kitüntetésekkel kapcsolatban egy drága jó barátom, néhai Mözsi Szabó István festőművész szokta mindig mondani, hogy vigyázz a kitüntetéssel, mert a kitüntetés tetünk kiütés. Nagyon hajlamos az ember arra, hogy elrontsa az önítéletét a kitüntetés, mert azt hiszi, hogy ha őt kitüntették, akkor ő ettől különb Isten teremtménye lett. Hát ez nem valószínű. Örülni kell neki, mert embertársainak a megbecsülését fejezi ki a kitüntetés, de nem szabad túlzásba vinni. A mai világban az újság az nem csak a papírt jelenti, a papír alapú újságot, hanem a rádió, tévét, stb. Most ezért nem árt, hogyha vannak olyan katolikus emberek, akik a hitükben is próbálnak elmélyülni, ugyanakkor a nyelvükben is, az újságírásnak a trükkjeiben, fordulataiban, fontos tulajdonságaiban is szeretnek otthon lenni. Nyelv nélkül nincsen irodalom, egyáltalán ember sincsen, és hát a magyar nyelv egy rendkívül különös, csodálatos alkotmánya a világnak, a Jóistennek, és én azt hiszem, hogy kevés ilyen különleges és csodálatos nyelv van a világon, hogy egyetlen egy példát mondjak, ma divatos szóval vagy jelzővel illetve a magyar a legdemokratikusabb nyelv, mert nincsenek nyelvükben szegények.